Istennek sok segítséggel a Török Bálinti Város önkormányzata és sok jó hiszemű ember segítségével sikerült valamikor egy szép székelykapot állítsunk Török Bálint Szériskert nevezetű helyén, ahol van egy millenáris emlékmű, és az egyesület elnökének és a vezetőségének javaslatára sikerült elérjünk, hogy két kopjafát állítsunk a székelykop és a millenáris emlékmű közé. Az egyik kopjafa Vitéz Sebődön, honvéd tiszt emlékére, aki nagyon sokat tett a gyímesvölgyi csatákba, 44-45-ös, tehát a második világháborúba, megvédte az oroszok elől, a betolakodó oroszokot, hogy az utóvéd, a magyar honvédség és a németek vissza tudjanak vonulni. Nagy áldozatok és nagy leleményesség árán sikerült az zászlóaljat vissza egészen németországi elvezesse, és egy nagyon szép könyvben megemlékezik, a könyvnek a címe a Halálra iti zászlóalj. Ez nekünk a székelyeknek egy nagyon nagy erényt, egy nagyon nagy bíztatás, egy nagyon nagy emberi erényről tett tanúbizonságot, szívesen és nagyon tisztelettel emlékszünk rá. A másik kopjafa, amit személyesen volt részem, és én tudtam faragni, a tervezéstől egészen a kivitelezésig benne voltam, és meg tudtam csinálni. Hát ő, Pongrász Gergely úr, a 56-os forradalom egyik nagy alakjáról, a Korvin közi, a korvinisták vezetőjéről, az ő emlékére készült, de valójában október 4-én volt a szentelés, október 3-án, de október 4-a forradalom leverése, a szabadságharc és a leverése és a ismét elnyomás következett után. Ennek az emlékére állítottuk, és ezt a kopjafát én faragtam. Azt tudni kell, a kopjafa az mindig személyre szóló. A kopjafának van alakjától, és a történetét meg ismerjük, akkor a régi harcosaink, őseinknek a kopját állítottak, amikor elesett a csatába. Ugye a kopjának a mintáját, formáját ismerjük, és a kopjafa valójában az embert ábrázolja, van egy fej, nyaktörzs és egy lábazati része. A fej része mindig ott van, hogy ki volt az a személyiség, egy katona, egy vitézember, egy csendes ember, tanult ember, fölműves ember, és a jellemzői, a nyakrész, ugye elválasztja a fejrészt a törzstől, a törzsön pedig megvannak azok a jelképek, hogy egy keresztény emberről, egy férfiről, nőről van szó, egy idősebb emberről, fiatal emberről, esetleg az, hogy milyen mérsékletű volt, csendes, viharos természetű ember. És ezeket kell úgy belefaragni, úgy összeállítani ezeket a motivumokat, hogy azt az embert, azt amit akarunk tükrözni, azt tükrözze. Itt most egy személyre szóló, de mégis egy köztéri emlékműről van szó. Picit többet vittünk bele azért, mert ez egy, nem csak egy személyről, például 56-ról emlékezünk meg, a másik kopja fánál a 45-ös visszavonulásnak az emlékére. Végül is megnyugodtam, mert nagyon szép helyre került, szerintem nagyon jó sikerült a kopjafa. Viszont az avatást egy picit az égiek megzavarták, vihar volt, eső volt, úgy látszik, hogy a szabadsághoz leverését még az égiek is síratták. Állandóan a tévében szinte cinikusan ismételgetik, hogy ma Magyarországon szabadságharcot vívunk. Valóban szabadságharcot vívunk.
Én nem ma, nem egy évvel, és nem két évvel ezelőtt már mondtam, 56 harca. Még nem ért véget. Ez bizonyította az elmúlt 8 év. Ez bizonyította, hogy a szabadságharcot tovább kell folytatnunk, de most már nem fegyverekkel. A fegyvereket elővették ők 56-ba, az 50. évfordulóján, illetve 56-50. évfordulóján. Vérbe folytották a magyar nemzet forradalmának, az 50 éves évfordulójának az emlékezetét. Ez számomra megbocsáthatatlan. Olyan megbocsáthatatlan bűn, amit már soha nem lehet megismételni, mert csak egyszer van 50 éves évforduló, nem többet. Én arra kérem mindig a jó Istent, hogy ha már az 50 éves évfordulót vérbe folytották, most az 57-et tartjuk. Csak 3 évet adjon, hogy még meg tudjam érni kárpótlásként a 60. évfordulót. Október 23-án nekem mindig a magyar piéta jut eszembe. Az a magyar piéta, ami ott van a szegedi dom mellett, a szűzanya. Pontosan úgy, ahogy a keresztről levett fiát tartja az ölébe. Pontosan úgy tartja, és úgy omlik a lukasz zászlónk az ölébe. Én nagyon szeretem ezt a szobrot, és amikor lemegyek Szegedre az öcsémhez, mindig elmegyünk, és fél órákat is ott gyönyörködöm a szoborba. És jönnek a gondolatok. És amikor ezt a szobrot nézem, ez a lukasz zászló már nem is egészen lukasz zászló, hanem együtt omlik a lukasz zászlónk a tövis koszorús Jézussal ott a Mária ölébe. Hiszen Veronában egy olasz fiatalember, amikor a forradalmunkról beszéltem, és levettem a kabátomról a zászlót, és megfordítottam, és azt mondtam, hogy ezt így nézem, ez zöld, fehér, piros, ez az olasz trikolor. De ha visszafordítom, piros, fehér, zöld, és ez már a magyar trikolor. Aminek a közepén a lyuk szimbolizálja az 56-os forradalmat. És körbeadtam a gyerekeknek a zászlót, és amikor visszajött hozzám, egy olasz fiatalember visszakérte, és a következőt mondta. Tulajdonképpen ezen a zászlón a lyuk lehet Krisztus sebe is, de lehet egy golyóütötte seb is. Az a kérdés, hogy mikor gyógyul be ez a seb. És én teljesen megdöbbentem. És azt mondtam fiatalembernek, hogy köszönöm fiatalember ezt a gyönyörű gondolatot. Nekünk soha nem jutott volna eszünkbe, mert mindig arra az Átkos-Rákosi címerre asszociáltunk. És valóban igaza van. Itt lehet Krisztus sebe. És lehet egy golyóütötte seb is. Hiszen annyian haltak meg benne. De hogy mikor gyógyul be, nem tudom megmondani. Talán ha akkor, ha mi sem leszünk már az élők sorába és a hóhéraink se. És amikor idén október 23-án, amikor azt mondták, hogy együtt a baloldal együtt fog emlékezni és ünnepelni 1956-ra, és legnagyobb döbbenetemre senki sem emlékezett közülünk. Ez csak egy alibi téma volt, mert egy szó el nem hangzott 56-ról, de 2006-ról se. Akkor, amikor meggyalázták az 50 éves évfordulót, és azt mondtam, hogy hát amit ott egymással csináltatok, megérdemeltétek. Megérdemelte a Mesterházi is, mert ő tudta, a kormányába dolgozott, hogy ennek az embernek hinni nem lehet. De ő hitt. Hát megkapta a jutalmát.
ne akarjanak ők emlékezni 56-ra. Ezen a címen ne jöjjenek össze, menjenek majd kampányolni, a gyűlölet kampány. Hozzájuk tartozik, testhez álló nekik, mert csak a gyűlöletet tudják elvinteni az országban. Olyan, hogy szeretet, nem is tudják, még fogalomként sem talán, hogy mit jelent. Tudás és szeretet. Na ez az, amit nem viselt el a proletár diktatúra, szocialista társadalma. A tudást és a szeretetet. Hiszen ezért rombolták le a társadalmi rétegeket, professzorokat küldtek utcára, ahelyett, hogy a tudást felhasználták volna, hiszen ez annyi munka van mögötte, egy tudás mögött. De ez nem kellett. Minden az elv. Nem az ember, az elv. Na, ez az, amit meg akartunk szüntetni. És ez az, amit nem kívánunk vissza, mert az elmúlt 8 év az megmutatta, hogy mire képes még mindig a szocializmus. Még mindig csak romboló hatása van, és romboló ereje, és nem építő. És én mindig azon csodálkozom, hogy azt mondják, hogy igen, hát az öreg oroszlánnak már kihullottak a fogai, már abban nem érdemes belerúgni se, mert az már szinte halott oroszlán. De azért azon mindig elgondolkodom, hogy ezek a fiatalok, akik ebbe a pártba lépnek be, miért lépnek be? Mi motiválja őket, hogy ebbe a pártba lépjenek be, és az a borzasztó, hogy ezek még mohóbbak, gátlástalanabbak, és már tudjuk, hogy mit tudnak csinálni. Én mindig azt mondtam, hogy ha még egy évet ezek itt vannak, akkor kitehetjük a táblát a határa, hogy Magyarország elkelt. És ez így igaz. Hiszen nagyon nehezen tudjuk talpra állítani az országot, de valóban meg kell tennünk, mert ez a mi hazánk. És ez a vezérfonal, ami most van, ez nem szakadhat meg. És ezért mondtam, és teljesen igaza van a miniszterelnökünknek, amikor azt mondja, szabadságharcot folytatunk, de mennyire, hogy azt folytatunk. Ez a gazdasági szabadságharc. Ezt nem fegyverekkel vívjuk, de erős hittel, erős lélekkel Magyarország érdekében. Mit akartunk 56-ban? Független, szabad Magyarországot. No, ez még mindig áll. Tehát nekünk most már együttesen kell harcolni, idősek, fiatalok, középkorúak a független, szabad Magyarországért. Ez az üzenete 56-nak, ezt üzenete Pongrácz Gergely is, erről beszélt mindig, és azt hiszem, hogy ez a kopjafa egy felkiáltó jel lesz erre a felhívásra. Ez az a könyv, amit ugye mindig gyalázták 56-ot, és a legmélyebb gyalázatba sodorták, és a legmélyebb hazugságba, hiszen amikor Kádár stabilizálta a hatalmát, első dolga volt, hogy 56 sajtóját titkosította, olyannyira, hogy még a Széchenyi könyvtár hírlaposa is sem juthattak hozzá. Ha valaki kutatott, és egy olyan újság került a kezébe, amiben éppen volt valami 56-ról, vagy abban a kapcsolatban, akkor kapott ilyen ablakos, kivágott újságot. Tehát ebből lehetett kutatni. És ezek a 56-ban azt mondta a rádió, hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hullámhosszon. Na, akkor nem volt csak két hullámhosszunk. Petőfi és Kossuth Rádió. És ma hány hullámhosszunk van? Mennyin hazudnak? Meg se lehet mondani. Csak tömik az embereknek a fejét a hülyeséggel, a liberalizmussal,
az erkölcstelenséggel, a szivárványjal, meg a nem tudom mivel, pedig a szivárvány csak az égen szép nagyon. Kár lenne levenni onnan. És akkor az iskolában ugye tanították azt, hogy az 56-os forradalom, a csőcselék, a fegyverre való rablás és minden egyéb. Amit el lehet képzelni, ezek voltak a vádiratban is, fegyveres rablás, aztán úgy azóta elgondolkozom 89 óta, hogy vagyis van egy eltársak. Nekünk beírtátok a vádiratba, hogy fegyveresen raboltunk, ti pedig kifosztottátok az egész országot. Az összes dolgozónak a 40-50 évi munkáját csak így zsebre vágja. Marsz tőkéjét pénzékor konvertálták. Hát szóval nincs mit mondani, mert erről azt hiszem az egész társadalomnak véleménye van, főleg akiket kőkeményen kiraboltak, és ma már ott tartunk, hogy elég nehéz felhozni az országot, de ha mindannyian akarjuk, akkor sikerrel ez menni fog. És én bízom ebben a harcban, hogy ez a harc sikeres lesz, de ezt nekünk is akarni kell, és nekünk is tenni kell. És tenni meg különösképpen. Nem ülhetünk kölbetett kézzel, mert nem tudjuk, hogy hon és hogy mikor fognak hátba döfni bennünket. Mindig éberen kell. És ez nem tartozik talán ehhez a beszédhez, de azért hadd mondjak el egy példát. Amikor a szavazókörzetben voltam, mert jelentkeztem, 98-ban, Zuglóba. És a második fordulóban már csak az Őri Csaba, meg a barát tetele maradt. Vagyis az MSZP, meg a Fidesz. És akkor már az MSZP-t megszámoltuk, összecsomagolta, számoltuk a Fidesz, az ennyi. És amikor kezdték csomagolni, átsétáltam az MSZP csomagjához, és mondtam, hogy én ezt a csomagot szeretném megszámolni. Azt mondják, már ketten megszámolták. Mondom, semmi gond, én leszek a harmadik. Vagy tilos? Á, nem. Na jó, van, akkor bontsuk ki. Kibontottam, nézem egyenként sorba, és elérek a közepéig. Mondom, Őri Csaba, mit keres az MSZP-be? És kidobtam 9 darabot egymás után. Ezt jó figyeljük, mert ha valaki szavazókörzetbe lesz. És ezt a körzetet számoltatta újra Göncz Árpád. És a számolásnál 7-es szavazattal nyert az Őri Csaba. Ha én nem megyek oda, akkor barát Tetele szépen besétál. Nagyon vigyázzunk, mert ezeknek a kezük mindig egyves volt, és a csalás mindenféle formáját már elkövették szavazáskor. Úgyhogy nekünk ezért kell harcolni. Tadeusz Szlíviak dalavérről. Ahol kirobban az igazságos harag. Hol a harcban a tét, a szabadság. Mi ott vagyunk. Adjatok vért, az életükért, hogy vesszen a rabság. Csak bátran, orvos, szít ki a vért, amennyi kell, mind üvegbe gyűjtsed. Csak annyit hagyj, hogy éljek, és örülni tudjak győzelmüknek. Nincs idő róluk fecsegni már, mikor vérző kéz viszi a zászlót. Tán a tied lesz, fekete lány ez a vér. A lengyel kenyér, a sebre vászon. Vérünk, mely nem folyt el a Visztulán, hogy szétzúztuk a hazugság palát. Vérünk, mely nem folyt el a Visztulán, titeket illet, nektek maradt. Nézd, orvos, mennyien vagyunk. Önts életet barátaim szívébe. Siess, orvos, nem várhatunk. Sebesült vár a vérre.
Ez egy lengyel költőnek a verse. És így is összefort a lengyel-magyar forradalom. És éljen a lengyel-magyar barátság. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Thank you.